Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Lász János, a Fidesz országgyűlési képviselője, a frakció szóvivője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi újság a Civisvárosban? Ha most kimenne az utcára, mindenki málmaszkóba jár? Hát nagyon sokan egyébként maguktól is már közterületen is hordják a maszkokat. Természetesen mindenütt zárt térben pedig mindenki maszkban jár, de most leginkább még reggel van az általános iskolában, most mennek a gyerekek, most érnek oda. Még most nagy forgalom van a városban, bár a középiskolások ugye otthon vannak, most már második napja, mint az országban mindenütt. És Zoomon tovább tanulnak, illetve... És otthonról tanulnak, így van, így van. Sikerült-e vajon a városnak a közlekedési eszközöket sűríteni, hogy szellősebben legyenek? Igen, igen, sikerült. Amikor ez a rendelet megjelent, akkor a DKV, a Debreceni Közlekedési Vállalat el is készítette a járatsűrítési programját, azt elküldte a kormányhivatalnak, és ha jól tudom, kormány megbízott úr, azt már jóvá is hagyta, de hát a DKV el is indította ezt a járatsűrítést. Ez volt ennek az eljárásrendje, ennek a dolognak a lényege, meg az, hogy legyen minél több tömegközlekedési eszköz álljon rendelkezésre, hisz akkor nem lesz akkor a tömeg, akkor viszont nagyobb, könnyebb távolságtartást megtartani, és így akkor a járványnak a terjedését azt lassítani ezzel az intézkedéssel is. Debrecenben is érezhető, igen, ingyenes parkolás van, és azok, akik a perifériáról, Debrecen környékéről járnak be Debrecenbe dolgozni, hogy teli van a város parkolókkal. Nézd, nem egyszerű ez a dolog. Budapesten is, Budapesten voltam még hét elején, ugye a ingyenes parkolás már érvényben volt. Korábbról is láttuk itthon Debrecenben és minden nagyobb városban, hogy élnek ezzel a lehetőséggel az emberek. Ugye ez jó, mert alapvetően azért van ez az intézkedés, hogy aki esetleg a parkolási lehetőség nehézségek miatt nem indult el autóval és tömegközlekedést használt, az most elindul autóval, vagy dolgozni, vagy az ügyeket elintézni. Így nem tömegközlekedéssel utazik, hanem saját maga az autóban, és az pedig azért jó, mert akkor a járvány terjedésének az ütemét csökkenthetjük, hiszen nem érintkezik annyit másokkal. Van egy másik oldala a dolognak, az, hogy több autó parkol, mint korábban. És ez néhol nagyon-nagyon nehéz, nem sok nehézséget okoz, nem találni parkolóhelyet, sok helyen leparkolnak az emberek, akár olyan helyen, ahol egyébként nem is szoktak, nem szabad, meg ez helytelen. Tehát valamit valamiért, itt mindig mérlegelni kell a dolgokat, és azért megkérdeztük az emberek erről a dologról. És az emberek a nemzeti konzultációban nagyon nagy százalékban, szinte elsőprően azt mondták, hogy az ingyenes parkolás egy jó eszköz a maszkviselés és a többi mellett a járvány visszaszorítására, ugye nyáron volt ez a konzultáció ezekről az ügyekről. Így aztán ezt a lehetőséget újra elővettük, és újra bevetett a kormány. A lényeg most az, hogy minden intézkedés, ami van, még a kellemetlenséggel is jár, de tartsuk be, figyeljünk oda, mert hogyha csak egy picit is vissza tudjuk szorítani a járvány ütemét, akkor már megérte. Én a világon mindent megértek. Legjobban azt értem meg, hogy most ez egy háború és emberek életéről van szó. Ugyanakkor a polgármesterek országszerte teljesen kétségbe vannak esve attól, hogy nem lesz, különböző adók elmaradnak, és hatalmas mínuszba lesznek, és nem tudják majd feladataikat ellátni. Valamit megnyomott, nem nyomkodni a gombokat, mert akkor elsötétül a kép. Tehát van-e a költségvetésben annyi tartalék, hogy utána a kormány ezeknek a településeknek, kerületeknek, falvaknak a segítségére tudjon sietni? A költségvetés nagyon stabil lábakon áll köszönhetően annak, hogy ez a járvány egy olyan helyzetben érte Magyarországot, amikor egy felszálló ágban volt erős, erősödő gazdaság volt körülöttünk, mi magunk teremtettük ezt meg, magyarok, nagyon-nagyon szerencsés ez a helyzet, hogy ilyen állapotban voltunk. Na,
nyilván a világjárványból adódó gazdasági hatások azok Magyarországot is nagyon is elérték, minden országot. De ez azért lehetett látni az intézkedésekből, hogy nem azt jelenti, hogy van, sőt, a kormány nagyon hozzáértően, nagyon jól nyújt az ügyhöz már tavasszal is, és most is, amikor azt mondjuk, hogy annyi munkahelyet teremtünk, majd amennyit a válság tönkretesz, mert továbbra is a munkahelyet alapba, és létrehoztunk olyan alapokat, például a munkahelyek megvédését szolgáló célzó alapokat, amelyek sok ezer milliárd forintot tartalmaznak. Na, ezek minden rendelkezésre állnak a jövő évben is. A költségvetést júniusban fogadtuk el a 21. évig. Tehát már a járvány első szakasza idején. Ez is mutatja, hogy és látjuk most, hogy rendelkezésre áll a védekezéshez minden költség. Amikor majd odaérünk, és az önkormányzatok esetén is kialakul az, hogy mely önkormányzat hogyan bírta itt a védekezés, akkor nyilván a kormány odafigyel majd erre a dologra, de addig is nagyon fontos, hogy a kormány mellett az önkormányzatok is vegyék a részüket a védekezésben. Ez történik most. Én a következőt láttam. A baloldali vezetésű önkormányzatok nyavajognak, a többiek meg teszik a dolgokat. Én azt javaslom mindenkinek, hogy tegye a dolgát, senki ne nyavajogjon, vége lesz a járványnak, és utána pedig majd nyilván be lehet számolni mindazzal, amit tettek a polgármesterek. Na éppen ezt mondják az ellenzéki pártok is, hisz a kormánypárt újabb törvényjavaslatokat alkotmánymódosításról beszél. Azt szeretnék, hogyha most mindenki a járvánnyal foglalkozna, és nem választási törvények és egyebek módosításával. Ezt olvashatjuk az ellenzéki pártok vezetőinek a reakciójára. Mi erről önnek a véleménye? Nézd, mindig az volt a vált, hogy mi az országgyűlést bezárjuk, már ugye tavasszal ezt mondták, hogy nem működtetjük, diktatúra van, és nem működik a demokrácia. Hát az országgyűlés akkor is, még most is működik. Az országgyűlés pedig, amikor működik, akkor az nem csak a napi rend előtti hozzászólásokból áll, amikor a baloldali képviselők hazudozhatnak, hanem törvényalkotásban, mert hogy az országgyűlésnek ez az egyik... Képviselő úr, ebben önnek igaza van, itt az alapvető probléma az, hogy én például már 3 éves korom óta tudom, hogy az apám egy férfi, mert az apa a férfi törvény nélkül, meg annélkül, hogy 3 éves koromban, tehát tévedésből sem hívtam a mamámat apámnak, megfordítva. Akkor, akkor úgy látszik, akkor én egy ilyen deviáns vagyok, de nem értem, hogy most, amikor tényleg baj van, illetve nem értik, ahogy én olvasom az ellenzékiek reakcióját, hogy ez miért fontos, hát ez egy teljesen normális dolog. Miért kell ezt törvénybe foglalni? Hisz az örökké való teremtette a földet és az eget, ezt nem tesszük be a törvénybe, hanem azt mondjuk, hogy mindennek az alapja a 10 parancsolat, és nem magyarázzuk külön meg, mert ez magától érthetődik. Nézd, Magyarországon van egy alaptörvény. Abban az alaptörvényben nagyon sok ilyen egyébként magától értetődő fontos dolog szerepel, mert kell, hogy szerepeljen, hisz az az alaptörvény. Ennek az alaptörvény, a mi alaptörvényünknek az egyik nagyon fontos része az, amely a családokkal foglalkozik. És mi most ezt a részt szeretnénk tisztázni, megerősíteni, hiszen egyébként is... Na de van valaki, akinek nem világos, hogy ahhoz, hogy egy utód szülessen, vagy egy lombik kell, de abba is kell egy női petesejt, meg tehát egy férfi és egy nő közreműködése? Szerkesztő úr, hát nyilván tudja, hogy milyen genderlobby működik a világban, és Magyarországon is megjelentek. Na de ez most nekünk a legfontosabb bajunk, amikor életékért küzdünk? A legfontosabb a családvédelme. Idáig rendben van, ez érthető. Amikor járvány van, akkor is a családunkra számíthatunk. A legfontosabb az, hogy a családdal kapcsolatos dolgokat tisztázunk. A legfontosabb, hogy működjön az országgyűlés, a parlament, és ha már működik, akkor minden olyan kérdést, ami egyébként itt megoldandó, azt oldjuk meg. De először a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket kell nekünk is segíteni. Ezt meg is tesszük. Mindig ez az első a munkánkban,
és amennyi idő még marad más törvényekre, azokkal is foglalkozunk. Hát így csinálja ezt mindenki most is a munkájában. Első az egészség, odafigyel a családjára. Annál is inkább, mert... És teszi a dolgát. Annál is inkább, mert megszületni sem volt könnyű, de életbe maradni, ahhoz most nagyon sokat kell tenni. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll, itt folytatjuk legközelebb. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Halász János, a Fidesz országgyűlési képviselője és a frakció szóvivője volt stúdiónk vendége, egyenesen Debrecenből. Köszönöm, hogy velünk volt, és keressük legközelebb is. Előzetesek, és jövünk vissza. Tartsanak velünk!